Köszönjük! Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal köszönhetek abszolút jó idegen van. Szeretünk volna önöknek egy európai, sőt schengeni szintű előadást tartani, de ugye pénzfolyósítási problémák miatt ez sajnos nem jött össze. Kaptunk egy fizetésemelési papírt, amelyik a következőképpen szól. Aludírod hímvessző. Jelen levelemmel fizetésemelésért folyamodom. Indokaim a következő. Nagy mélységben dolgozom, bármely helyzetben először mindig a fejem dugom be, sem hétvégi, sem szabadságolási időszakom nincs. Nedves környezetben kell dolgoznom, magas hőmérsékleten kell dolgoznom, és fertőző betegségeknek vagyok kitéve. Tisztelettel a hímvessző. Mi viszonoztuk ezt, tisztelt hímvessző, miután kérelmét átolvastunk, abban levő érveket elemeztük, sajnálattal közöljük, hogy kérelmét a következők miatt elutasítottuk. Nem dolgozik napi 8 órát. Kis előkifejtés után rögtön elszenderedik, nem követi mindig a belső oktatás utasításai, nem marad meg kijelölt helyén, folyton elkodorolok máshova, nincs kezdeményező készsége, állandóan dolgozni, motiválni kell, hogy munkába álljon, munka lejártával, munkahelyet mocskosan hagyja el, nem követi a biztonsági előírásokat, mint például a védőruha viselete, képtelen két egymás utáni műszakban dolgozzon, néha elhagyja a munkáját, még mielőtt a napi munkát elvégezte volna, s ha mindez még nem lenne elég ér önnek, megjegyezzük, hogy állandóan két gyanús zsákkal jártál. Tisztelettel a délosztály! Thank you.
igen. Cikém, van katalóg? Micsodák! Fotó! Na jó, várj, mert mindjárt megnézem. Sürgős! Ha igaz, úrnak le! És hány darab kell? Egy, kettő. És milyen méret kell az úrnak? Árva! Jó lesz, hogy a kettes is! Keresem! Parancsolni valamit a katalógiát? Nem. Pénztárnál tetszik fizetni. Visszamegyek, beállunk a sorba szárnyas betétét.